Megkísérlem bemutatni magunknak portrészerűen a négy év illegalitásából hazatért egykori úszószövetségi elnököt, Zemplényi Györgyöt. A 43 éves Zemplényi György az úszószövetség egykori elnöke, akit a 20. század legnagyobb magyar szélhámosaként emlegetnek. Ez időtájt leginkább Lipótmezőn az Elmegyógyintézet falai között tölti napjait. Pincérek híján az ápolókat halmozza el borravalóval, és egy sztoikus bölcs derűs nyugalmával várja a bíróság ítéletét. Mint ismeretes, 4 év hányattatás után július 11-én érkezett Ferihegyre Koppenhágából. Hazatérése kisebb fajta diplomáciai botrányt kavart, hiszen mint kiderült, a Koppenhágai Magyar Követség a külügyminisztérium és a rendőrség tudtával Berkovics György névre kiállított papírokkal csempészte haza. Még ma sem tudjuk, ki is ő valójában, világpolgár, minden erkölcsi érzék hiány született kalandor, nagylelkű adakozó, a hiszékenység zseniális vámszedője, a Ferenc körút és a Mester utca sarkán felcseperedett kisfiú, nagy tervek helyett még csak kockavárat épít, de az óvodában már gyakran áll a sarokban egy-egy csínytevésért. Apja korán meghal, erős akaratú édesanyja valósággal rátelepszik a fiú lelkére. 18 évesen már kölcsönt kölcsönre halmoz, majd a hitelezőktől félve önként feljelenti magát. Másfél év börtön következik, majd 79-ben, szabadulása után egy évvel, egy római turistaút alkalmával disszidál. 6 év után tér haza. Állítása szerint ekkor már 6 nyelven beszél, az idegenforgalomban kezd dolgozni, az Ideatúrs ügyvezető igazgatója is, ő üzemelteti a Béke Hotel Orfeumát is, sportolókat utaztat, az MTK futballmenedzsere lesz, 90-ben már az úszóválogatott mellett találjuk. Az úszósportban ekkoriban egymást érik a botrányok. Zemplényi a békeköveteként és gazdag nagybácsiként kerül reflektorfénybe. Hamarosan az úszószövetség elnöke lesz, tagja az olimpiai bizottságnak. Sportolóinak soha nem látott luxus körülményeket teremt, ennek azonban ára van, most már nagyban játszik. 10 milliókat vesz fel, míg Barcelonáig összejön a több mint 500 milliárdos adósság. A 92-es olimpiáról nem tér haza, hitelezői elől New Yorkon át Izraelbe menekül, ekkor már az Interpol is körözi. Giora Sinai álnéven a holtenger mellett fekvő Arad városában bukkan fel, ahol egy gyémánt üzlet vezetésével bízzák meg. Fényűző villát vásárol, amit elfelejt kifizetni. Magas kamatra újabb kölcsönöket vesz fel, majd több millió dollárral elhagyja az országot. Rövidesen Svédországban találjuk. Kedvenc egyházi szerepeinek egyikében McRoy vatikáni érsekként 2 millió korona, vagyis 46 millió forint értékű kölcsönt vesz fel műkincsek vásárlására 17 magánszemélytől. A játékban odáig merészkedik, hogy Malmöben még ifjú párokat is összead. A svéd igazságszolgáltatás elől menekülve kopog be a Koppenhágai Magyar Követség ajtaján. A folytatást ismerjük. Hazatérve valamennyi szerepe közül a legelsőt, a legeredetibbet, Zemplényi Györgyöt alakíthatja. Azért kértem ide a víz közelébe, mert ugyebár ön az úszás révén lett országos, sőt nemzetközi hírű, mondjuk úgy személyiség, miközben ön állítólag hosszú-hosszú évekig még úszni sem tudott. Igaz az, hogy kövér és ügyetlen kisgyerek volt? Igen, sajnos nem csak kisgyereknek voltam kövér és ügyetlen. Én most is kövér és ügyetlen vagyok. De azért időközben az úszással egy kicsit jobban összebarátkoztam, ami valahol nekem presztízs kérdés volt. Úgyhogy az elmúlt 4 év során valahol, valamikor megtanultam úszni, amiből nem az következik, hogy jól úszom, de úszom, és leugrottam egy 5 méteres toronyból. Miért kellett leugrani? A szükség hozta úgy, vagy pedig az is passzióból, illetve hogy ezt is kipróbálja? Nem, nekem, én valahogy vonzom azokat az embereket magam köré, akit nem szeretnek általában, és az, aki én velem foglalkozott akkor, azt abban az úszodában mindenki utálta. És mindenki meg volt arról győződve, hogy az az ember képtelen elérni velem eredményeket, és ahogy ránéztem erre az emberre, ez egy fiatal ember volt, és azt mondtam, hogy én nem hagyhatom cserben ezt az embert. Mostanában ön milyen körülmények között él? Például azt sem lehet tudni, hogy saját lakásban, bérelt lakásban? Úgy gondoltam, amikor hazajöttem, hogy hosszabb távon fogom élvezni a magyar állam vendégszeretetét. Hát ez 48 óráig tartott. Tehát nekem most az a problémám, hogy egy valamilyen módon lakást kell bérelnem, amire nekem az anyagi feltételeim nem adottak. Mondja azt, hogy lakásra
egyelőre nincsen pénze, ami azért az ön előtörténetét ismerve, vagy legalábbis annak csak bizonyos részleteit, kicsit mulatságosan hangzik. Először is szeretnék valamit tisztázni, ha nekem most annyi pénzem lenne, hogy vennék egy lakást, akkor a bíróság azt lefoglalnám, ugye a korábban okozott károk megtérítése érdekében. De nekem nem annyi pénzem nem maradt, hogy megvegyek egy lakást, nekem annyi pénzem nem maradt, hogy kibéreljek egy lakást, mert először elköltöttem azt, ami nekem volt, utána elköltöttem azt, ami a barátaimnak volt, és utána elköltöttem azt, ami a bankoknak volt. Tehát én, nekem nincs pénzem. Az önbecsése szerint mennyit? Bármennyire nevetséges. Az önbecsése szerint mennyit költött? Körülbelül effektív, ami a kezemben átment, körülbelül 350 millió forintot. Valójában arra emlékszik-e, hogy milyen volt életében a legelegánsabb, legdrágább szálláshely, ahol megfordult, ahol lakott? Ha a világot is beleérhetjük, és beleérhetjük ezt az úgynevezett Széchi periódust, tehát azt az időszakot, amikor a Széchi Tamás szakvezette válogatottat elnököltem, akkor azt mondanám, hogy olyan szállodai lakosztályokat béreltünk ki, amilyenekben nem igen laktam azelőtt vagy azután. Az egyik az a Fülöp-szigeteken, Manilában, a Hotel Manila, úgy érzem, veri az első helyért kiáró címet. Képzeljen el egy lakosztályt, ahol van három-négy hálószoba, két nappali szoba, dining room, és egyáltalán a kiszolgálás, amikor az ember fölemeli a kardot, valamit kér, és alig, hogy leteszi a kardot, már ott van, mert olyan rendszerbe készül minden. Hány négyzetméter volt ez a lakosztály? Lehetett 100-120, nem tudom, nem emlékszem. És mit kezdett ön 3-4 hálószobával, meg 3-4 fürdőszobával? Miért kellett ilyen körülmények között? Miért érezte jól magát ilyen körülmények között? Nézze, ön még mindig nem mondta meg nekem, hogy milyen időszakról beszélgetünk. Mert ha a Széchi-féle időszakról beszélgetünk, akkor olyan lakosztályok keretek, amiben két hálószoba van, mert így helyeztük el az úszókat a vezetőkkel. Ha pedig a Széchit megelőző időszakról beszélünk, akkor én, mint üzletember, mindig olyan lakosztályt választottam magamnak, ahol képes voltam fogadni az üzleti partnereimet. Ezt hát kellett mondjuk megmutatni, reprezentálni? Hogyne, persze. Tehát önnek ezek szerint nem volt belső szükséglete ilyenben lakni, de az, hogy a partner számba vegye önt, ezekre szükség. Nem fogja elhinni, hogy mi az én belső szükségletem. Na. Az amerikai stúdiórendszer lakásnak rendkívül módon szeretem, amikor egy szobám van, de az legyen nagyon nagy, egy 50-60 négyzetméteres egy szobám legyen, és abban az egy szobában történjen minden. Ott legyen az íróasztalom, ott legyen a tévém, ott legyen az ágyam, minden ott legyen. Ezt szeretem. Ezzel azt mondja, hogy ön lelkében inkább hajlik a puritanizmus felé? Ó, szó sincs róla. Én a lelkemben egyáltalán nem hajlok a puritanizmus felé. Én a lelkemben hajlok inkább egy ilyen egyedi életstílus felé, és amikor azt mondja, hogy ez a 50-60 négyzetméteres stúdió, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az puritán. Látszólag nem ide tartozik, de mégiscsak szóba kell hozzam, mert beszélgetünk már egy jó ideje, és az a tapasztalatom, hogy kissé, mintha akadozva formálná a szavakat. Ez összefügg egészségügyi állapotával, mert hogy nem ivott itt alkoholt, az biztos, tehát én csak erre tudok gondolni. Én egyáltalán nem alkoholt, erre nagyon sok tanulmam, soha nem ittam alkoholt. Én igyekszem folyamatosan, folyékonyan beszélni. Én járok most egy orvoshoz, aki engem gyógyszerel. Na most ő tudott arról, hogy ma mi találkozunk, és azért igyekezett engem úgy gyógyszerelni, hogy akadozás nélkül nyugodtan tudjak beszélgetni. Hát ennyit sikerült elérni, elnézést kérek, hogyha nem eléggé érthető. Érthető, csak inkább kicsit akadozott, és azt gondoltam, az hogy az a nagy problémám igazán, hogy lényegesen gyorsabban gondolkodom, mint amilyen tempóban később vagyok beszélni. De mindenre meg fogom adni a kellő választ. Ha már az orvost említette, ugye kórházi kezelésben részesül. Nem részesülök. Nem? Fölajánlották, hogy kórházi kezelésben részesüljek, de megtagadtam, mert nem akarok kórházba menni. Az azért időnként, mint ahogy mondja, orvos látja el. Na, ez pusztán csak engem. Abból a szempontból érdekel, hogy például van-e önnek TB-kártyája? Nincsen. Megígérték, hogy lesz napokon belül, hogy még miből fogom kifizetni, azt nem tudom. Tudnék, egy egészen érdekes helyzet adódott elő. Én hazajöttem, 43 éves vagyok,
Munkám nincs, nem is vagyok munkaképes. Semmiféle jövedelmem nincs, nincs nyugdíjam, nincs táppénzem, nem kapok szociális segélyt. Miből él? A kegyelem kenyerén az ügyvédemnek, vagy inkább, sokkal inkább azt mondanám, hogy annak az egy-két embernek a segítségével, akik annak idején nem felejtették el, hogy én jó voltam hozzájuk, és itt inkább kiemelném az én volt feleségemnek a családját, akik nagyon rendes emberek, és megpróbálnak segíteni rajtam. Egyébként sokkal több emberről remélte, vagy embertől remélte, hogy felbukkanása után, ha önnek szüksége lesz rájuk, előkerülnek és segítenek? Én úgy érzem, hogy én olyan embereken segítettem, és olyan mértékben is egy életre megváltoztattam az életüket, hogy úgy érzem, hogy van még jó néhány olyan ember, akinek illene felbukkanni az ügyvédemnél és felajánlani a segítségét. De nem teszik. Eddig nem tették. Ez fáj? Nem. Szánom őket. Amennyiben? Annyiban szánom őket, hogy én fel tudtam emelkedni az emberségnek arra a szintjére, hogy karon fogjam őket, és ők erre képtelenek. Na de hogy milyen áron, az nem érdekes? Ez attól függ, mi a cél. Ez attól függ, mi a cél. Ebben a magaslatokban én nem tudok gondolkodni. De biztosan akkor kérjem meg valaki más, hogy ezt a műsort vezesse. Bizonyára azért érti, hogy mire gondolok. Úgy segíteni, hogy valakitől elveszünk, másnak pedig átcsoportosítjuk, úgy nem olyan tiszta és nemes dolog. Na ez azért nem egészen így van, mert először is szeretném kihangsúlyozni önnek, hogy én nem vagyok egy kölcsönkérős típus. Tehát nálam az nem volt divat, hogy én elmentem Mr. X-hez és azt mondtam neki, hogy adjon nekem 10 millió forintot kölcsön, mert én 15-öt csinálok belőle. Nálunk az volt a divat, hogy a Mr. X eljött hozzám, állt 3,5 órát sorba az ajtóm előtt, és amikor bejött, akkor azt mondta, Gyurikám, van 10 millió forintom, tudsz vele valamit csinálni, mert nem tudom leadózni, nem tudom elhelyezni, nem mondhatom el a feleségemnek, vagy akármit. És akkor én persze, hogy azt mondtam, hogy tudok vele valamit csinálni, jó, tedd le. Ezzel most az bizonyítja, hogy ön soha nem kért, hanem hozták és ajánlották? Nem. Nem tudok arról, hogy a Friderikus úrnak bármiféle jogászi végzettsége lenne, de hogy bírólag nem nevezték még ki, az biztos, tehát nem bizonyítok semmit, nincsenek is ilyen szándékai. Mindössze megpróbálom megválaszolni önnek a feltett kérdését. Egyébként van jogászi végzettségem, de nem kívánok itt ebben a műsorban ezzel élni. Elnézést kérek, erről nem semmi tudok, baj. De hogy nem ön lesz kinevezve a bírónak a fővárosi bíróságon az ügyemben, erről meg vagyok győződve. Ez meg az ön pekje. Nem, na, menjünk tovább. Nem vagyok benne biztos. Menjünk na, tovább. Ami a lényeg a dolognak az, hogy azt próbálom megmagyarázni, hogy hozzám emberek jöttek saját maguk felajánlani az én jó üzleti érzékemre való hivatkozással, hogy adjanak, elhelyezzenek nálam összegeket. Ezek az összegek jóformán kivétel nélkül, egy-két kivétellel nem olyan összegek voltak, amik tisztességes bevételekből származtak. Ezekre az összegekre olyan eszméletlen mértékű uzsorakamatot kértek, aminél a legolcsóbb volt a havi 10%, de volt olyan, ami heti 10% volt, hogy különösebben nagy lelkismert furdalásom ezek miatt nincsen. De most menjünk hát a másik oldalra, beszéltünk most azokról, akik adtak pénzt. Most beszéljünk azokról, akik kaptak pénzt. Tehát itt a dolognak az a lényege, hogy én csak olyantól vettem el, akitől el lehetett venni, mert nem érdemelte meg, hogy hozzájusson, és mindig olyanokra költöttem, akik nem tudták maguknak megteremteni, mert a morális színvonalok nem engedte meg azt, hogy olyan eszközökhöz nyúljanak, mely eszközök által megteremthetették volna, de ugyanakkor szükségük volt rá. Ha jól értem, akkor ön a szegények jótevője akart lenni? Egyfajta ilyen Rózsa Sándoros igazságérzettel élte meg ezeket a történeteket? Nem, én nem akartam Rózsa Sándoros lenni. Én azt akartam, és erre minden esélyem megvolt, hogy ezt az életformát tudjam élni, és ki tudjam fizetni azt, amivel tartozom. Ki is tudtam volna fizetni, de ha ön hasonlóképpen minden más újságíróhoz, akivel eddig találkoztam, még eddig soha senki nem kérdezte meg azt, hogy Zemplény úr, tulajdonképpen tartozik-e önnek valaki valamivel?
van-e önnek behajtani való pénze? Itt mindig mindenki azzal foglalkozik, hogy én kinek és mivel tartozom. De azzal senki nem foglalkozik, hogy nekem ki és mivel tartozik. Több a kintlévősége, mint az adóssága, azt állítja? Én inkább azt állítom, hogy bőven van annyi kintlevőségem, aminek a befolyása garantálhatná, hogy egy-két évi munka mellett minden tartozásom kamatos-kamatosról megtérülhetne. Ezek az emberek most nyilvánvalóan nem alszanak jól. Kikre gondol? Akik tartoznak nekem. De még egyiket se kerestem meg. Lehet, hogy nem is fogom. Önnek egy dolgot kell megértenie. Én hazajöttem, magamtól jöttem haza, nem hívott senki, nem fogott el senki, nem hoztak engem haza. Engem 4 éve keresnek, sose találtak meg. Most se találtak volna meg, ha nem jövök magamtól haza, és a további 40 évig még nem találtak volna meg, ha nem jövök haza. De akkor ebben a szűk körben legyen kedves, adja magyarázatát annak, hogy miért jött haza, milyen kényszer okán. Már belső kényszer okán. Nagyon sok okot tudnék elmondani, és minél tovább vagyok itthon, annál több motivációt találok arra, hogy itthon legyek, egyáltalán arra, hogy éljek. Valójában nem igazán érdekel az élet, szóval ha szabad, úgy megfogalmaznám mag, számomra az, hogy élek, az egy teher, és számomra az, hogy ezen a helyzeten változtassak egy pillanat műve, és el vagyok rá készülve bármikor. Ez valójában foglalkoztatja? Ez engem olyan mértékben foglalkoztat, hogy amikor hazajöttem, akkor valakinek meg kellett akadályozni ezt, mert már eljutottam addig a pontig, hogy most igen. De... Hagyta magát azért lebeszélni? Nem hagytam magam lebeszélni, megzsaroltak. Lebeszélésre szó sem volt. Megzsarolták azzal, hogyha öngyilkos lesz, fizikailag lehetetlenné tették azt, hogy azt akkor elkövetsem. Elvették a fegyverét? Nem kívánok nyilatkozni részletesen, fizikailag lehetetlenné tették. De ami a lényeg, beszéljünk a lényegről. Ön egy nagyon érdekes ember, mindig olyanokat kérdez tőlem, aminek semmi jelentősége nincs, de nem rejtően őt játszunk itt. Nézze ezt el nekem. Elnézem önnek. Én úgy szerettem mindig nézni a műsorait annak idején, tudja. Hát ez viszont minden esetre megtisztelő. Ha Isten megsegít, a jövőben is ezzel fogok foglalkozni, úszás helyett. Nézi az én műsoraimat? Igen, tudja, mennyivel olcsóbb lesz ez nekem? Ez biztos. Nem tudom, hogy nekem mi a jó ebben, de egy nézővel több, és az már boldoggá tesz. Kérem szépen, mik itt a motivációk? Ez az élethez. Az élethez, és az itt léthez. És én elmondhatom önnek azt, uram, hogy a legnagyobb árat én fizettem mindenért. Mert nekem az édesanyám öngyilkos lett néhány hónappal a távozásom után, és nekem az édesanyám azért lett öngyilkos, mert neki arról volt tudomása, hogy engem megöltek. És ezt én soha nem fogom megbocsájtani azoknak, akik miatt ez bekövetkezett. Nem lehet szóval inkább arról, hogy az édesanyja szégyenében nem halt meg? Nem, kérem szépen, az én szegény édesanyámnak olyan volt az egész élete, hogy nagyon sok mindent kellett szégyelnie, és gyakran kellett szégyelnie. De volt maga miatt? Nem. Nem csak én miattam, más miatt is, az élet miatt is, én miattam is. De volt egy fantasztikus és mindent felül überelő ösztöne. Rajongott értem. És én imádtam az anyámat. Higgy el nekem, hogy ezt semmilyen kár nem tudja felül überelni. És én nekem Istentől kapott elhivatásom és kötelezettségem az, hogy igazságot tegyek, és az én drága szüleimnek a bemacskolt nevét megpróbáljam megtisztítani, amennyire tőlem telik. Akkor ha már itt tartunk, időben nézzünk kicsit visszább, és kérem szépen, hogy meséljen arról, hogy milyen körülmények között nőtt ön föl. Én úgy gondolom, hogy egy teljesen átlagos és normál polgári körülmények között nevelkedtem és nőttem föl, és végeztem el az iskoláimat. Édesapám tisztviselő volt, édesanyám háziasszony volt. Semmi különöset nem tudok erről mondani. Nem voltunk gazdagok, mindig volt mit enni, mindig volt mit viselni.
hálás vagyok a szüleimnek, mindent megtettek annak érdekében, hogy belőlem ember legyen. Mikor döntötte el, hogy valaki lesz magából? Én soha nem döntöttem el, mert soha nem volt számomra kétséges az, hogy valaki lesz belőlem. Én mindig tudtam azt, hogy belőlem nem átlag ember lesz, és nem is az lett. 12 éves voltam, amikor már tudtam azt, hogy operaénekes szeretnék lenni. Egyébként mindig azzal akartam lenni, az nem sikerült. Kifelé a győzelem vágya az annyiban érvényesült, hogyha elindultam egy ki mit tudom, vagy egy versenyen, vagy egy vizsgán, vagy elmentem az érettségire, akkor én le akartam győzni ezeket a feladatokat. Ezeket sorban sikerült is legyőznöm. De például nem lett operaénekes, miközben az volt a legfőbb vágya, mint ahogyan mondja. Nem, mert az aszmám az sajnos közbeszólt. Az édesanyjához visszatérve, miért volt ennyire meghatározó, ennyire fontos? Természetesen ugye az ember életében az anya fontos szereplő, de hogy ön mondja, különlegesen, rendkívüli módon volt meghatározó vagy fontos. Miért? Mi volt ez a mély belső kötődés? Hát talán egy pszichiáterhez kellene fordulni, hogy ezt ennyire mélyen és igazán el lehessen magyarázni, de csak annyit tudok mondani példaként, hogy közel 40 évesen elképzelhetetlennek tartottam volna azt, hogy én ne az anyámmal lakjak együtt. És én így visszagondolva, vagy az életet fölmérve tudom, hogy ez nem egy normális gondolkodásmód, vagy életmód. Én az édesanyámban láttam a világot, az életet, a szülőt, a testvért, a barátot és mindent. Én nekem ő volt a legfontosabb. Igaz az, hogy például lelkiismeret furdalása támadt minden olyan alkalommal, amikor este 9 órakor nem volt otthon, mert úgy gondolta, hogy ezzel édesanyját rövidíti meg. Nem csak, hogy lelkiismeret furdalásom támadt, hanem legalább egy negyed órával előtte már telefonáltam, és megpróbáltam kiengesztelni és megmagyarázni, hogy miért nem jövök időben, de ez nem 9 óra volt, hanem ez az volt, amikorra megígértem, hogy jövök. Az most minden nap meg kellett mondani, hogy hányra megy haza? Minden alkalommal, amikor elmentem otthonról, meg kellett mondani, hogy hánykor fogok hazajönni, és hogyha elkéstem, akkor azt előre be kellett jelentenem. Ha nem jelentette be, akkor ezért fenyítés járt? Már szóbeli fenyítés? Nem, hanem szóbeli fenyítés. Akkor az édesanyám fogott egy sámlit, beült a bejárati ajtóba, és ott várt engem, és rémképeket látott, hogy már esetleg valahol egy hullaházban vagyok, vagy egy kórházban, úgyhogy én ezt nem vállalhattam föl lelkileg magamra. Mennyi kára származott ebből az igen mély kötődésből? Hogy érzi manapság ezt? Hát, nézze Friderikusz úr, ha én most erre megmondom azt, amit valóban gondolok, akkor abból az fog kijönni, hogy én az édesanyámnak a számlájára szeretném írni egy részét annak, ami történt. Ebből kifolyólag ezt nem teszem meg, mert kegyelet sértő lenne, és ezt nem kívánom megtenni. Én imádtam az anyámat, és imádom az emlékét. Volt olyan, amilyen volt. Az én hibám volt, hogy nem álltam a sarkamra, és nem gondoskodtam arról, hogy lényegesen függetlenebb életmódot tudjak élni. Ez nem az ő hibája volt. Megengedni, hogy a szemüvegemet levegyem, mert nagyon zavarnak ezek a fények itt, amik... Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, nagyon kedves. Mondta, hogy ugye most 43 éves, de az ön ifjú korában tulajdonképpen a vallásnak sokkal kevesebb szerepe volt a fiatalok életében, legalábbis én úgy emlékszem. Ezért is érdekelne, hogy hol tanult meg ön jól eligazodni az egyházi szertartások között. Ugyanis életének visszatérő motivuma, amennyire az előtanulmányaim emlékszem, hogy papnak öltözött, néha egyházi méltóságnak, és meggyőzően alakította szerepeit. Elsősorban önöknek tudnia kell az, hogy én egy milyen hívő ember vagyok. Csak hogy a hívőségnek, a hitnek, és ezeknek a vallásoknak, meg az egyházaknak semmi köze nincs egymáshoz. Az, hogy az ember hisz az Istenben, hisz Krisztusban, hisz valamiben, az egy dolog, és az, hogy tagja valamelyik vallásnak, vagy egyháznak, és eljár a templomba, az egy másik dolog. Hát én nem hiszek egyetlen egy templomnak se, egyetlen egy egyháznak sem, én egész egyszerűen Isten hívő ember vagyok. Az, hogy én az életemnek különböző szakaszaiban eljátszottam bizonyos szerepeket, mert rá voltam erre kényszerülve, ez egy adott
szituáció volt. Na itt álljunk meg egy pillanatra, mert azért ez érdeke. Mit jelent az, hogy rá volt kényszerülve? Például papírok nélkül, letelepedés engedély nélkül, munkavállalás engedély nélkül, Interpol körözéssel, egy fillér nélkül állok a világ közepén, és meg kell operáltatnom magamat, amiért kérnek 40 ezer dollárt. Pénzhez kellett jutnom. Ez csak úgy megy, hogy az ember papnak adja ki magát? Nem, ez megy nagyon sokféle módon, csak az embernek ilyen intuíciós ötletei támadnak bizonyos körülmények között, és akkor ezeknek az ötleteknek az alapján megpróbálja a lehető legkönnyebben megvalósítani azt, hogy ezt a pénzt megnyerje. De hogy nem érezte intuíció ide, intuíció oda? Hogy nem érezte, hogy nagyon kockázatos dolog egyházi méltóságként megjelenni, vagy pedig bízott inkább mondjuk a saját hitelességében, tehát tudta azt, hogy tudhatni az emberekre, és akkor már nagy baj nem történik, ha papnak álcázva magát számítva. Elsősorban meg vagyok győződve arról, hogy hitelesen el tudom játszani bármelyik egyházi méltóságnak a szerepét, amiről említést tett. Másodszorban egyáltalán nem veszélyes. Hát hogy ne lenne? Hát hogy lenne? Papnak lenni a legveszélyesebb dolog. Miért? Hát különböző egyházi szertartásokban kell otthon lenni. Különböző... Kérem szépen. Tanultam. Megtanultam. Könyvből? Könyvből. Eljártam, megnéztem. Filmekről. Megtanultam. Honnan szerezte le például a kellékeket? Hát azért ez rengeteg kellék. Kérem szépen, tudja ön magyarul mit jelent az, hogy Yellow Pages? Igen. Tudja. Tudom. Jó. Kinyitottam a Yellow Pages-t, és megnéztem, hogy abban a városban hol árulnak kegytárgyakat, illetve hol árulnak vagy katolikus, vagy protestáns, vagy éppen amire szükség volt papok részére felszerelést. És akkor én oda elmentem, és bevásároltam. De nem csak katolikus pap volt. Ha úgy hozta az élet, akkor akár mormon papnak is állt, ugye? Én nem tudom, hogy honnan származnak az információi. Majd beszélgetünk erről egy pár év múlva, jó? Miért nem akar ezeket fölfedni? Fél attól, hogy ez esetleg terhelőként fog majd hatni a rendőrségre? Kedves Friderikus úr, én nagyon tisztelem önt, de higgyen el valamit, hogy amit a rendőrségen az előadónak még nem sikerült kiszedni belőlem, az önnek se fog menni. Úgyhogy ne erőltessük. Jó. Mikor vette észre, akkor inkább beszéljünk megint ilyen emberi vonásokról, mikor vette észre, hogy ön igen karizmatikus egyéniség, tehát hogy jól tudhatni az emberekre? Egyáltalán, hogy tudhatni az emberekre. Azt hiszem, hogy ez visszanyúlik a középiskolás évekre, amikor a egykori KISZ-ben olyan feladatokat láttam el, melyek révén hatnom kellett az emberekre, és tudtam hatni az emberekre. Elmondok egyet, jó? Név és színhely nélkül. Meleg volt, és nem volt légkondicionálás a lakásomban, és szintén a telefonkönyvből megrendeltem egy ilyen céget. Kijött a cégnek a tulajdonosa, eladott nekem két darab légkondicionálót, megkérdezte, hogy honnan vannak ezek a gyönyörű festmények a falon, leültünk, elbeszélgettünk. Következő alkalommal, amikor kijött, akkor felszerelte a gépeket, és már hozott egy komolyabb összeget arra, hogy ezt én elég szíves neki forgatni, mert ő nagyon örülne annak, ha ebből több lenne. Ilyenkor persze már az első beszélgetés alkalmával mondjuk ön szóba hozta, hogy ön jól bánik a pénzzel, tehát ügyes pénzkezelő? Ezt már csak akkor hoztam szóba, amikor ő már érdeklődött a falaimon lévő festmények iránt. De ez az első alkalommal már szóba igen, kerül. Mert én azért nem feltételezem egy... Először is nem tudtam, hogy ő a tulajdonos. Föl se tételeztem egy légkondicionálokat áruló egyénről, hogy őt ilyesmi érdekelni. De akkor, amikor, tudja, ez valami olyan, mint egy sakjáték. Kiprovokálják belőlem a lépést. Na, tehát fölajánlott az illető, hogy van ennyi és ennyi pénze, befektetnie, hogy megforgatná-e jól. Igen, vennék-e festményeket, és amit érdemes olcsón, és eladnám-e drágában. Elvállaltam, mit nem mondjak. Soha többet nem lát az illető a pénzét? Ez speciál nem. Ez az illető nem. Sok mindenki igen. Mit gondolt akkor a pap úrról onnantól kezdve? Onnantól kezdve nem volt módja elmondani nekem ezt. Én már nem kérdeztem meg.
Egy szélhámosnak nem szükségszerű, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, de ugye a köznyelv körülbelül így illeti manapság ön. Nem szükségszerű tökéletesnek lenni és a legapróbb részletekre is ügyelni? Kérem szépen, a köznyelv az nem így illet engem. Én egy szabad magyar állampolgár vagyok, melyet a független magyar bíróság helyezett szabad lábra. Büntetlen előéletű vagyok, mert ami annak idején történt, 20 éve már régen elévült. 20 éve ön egyszer már ült börtönben? 20 éve ezelőtt volt a BTK-val összeütközésem. Ez nem 20 éve ezelőtt volt, hanem 24 éve ezelőtt egész pontosan. Hasonló okokból kifolyólag ütközött a BTK-ban? Nagyon nehéz ezt összehasonlítani, egy kis ügy volt. De amit mondani szeretnék az az, hogy vissza kell, hogy utasítsam, hogy ön kitartóan engem szélhámosnak nevez, mert addig, amíg engem egy jogerős bíróság el nem ítél csalásért és sikasztásért, addig én pontosan olyan morális elbánásban részesülök ebben az országban, mint ön. Ez az egyik. Mi lenne a kedvére való kifejezés, ha minősítenem kell? Ha emlékeztethetném arra, hogy a nevem Zemplényi György, akkor a Zemplényi úr is megteszi. Akkor közelítsünk onnan. Hányszor hibázott? Ha fölvállaltam egy szerepet, azt én megpróbáltam tökéletesen eljátszani, és általában nem hibáztam úgy, hogy mások észrevegyék. A szerepbe ilyenkor beleképzeli magát, és olyan a színészi képessége, vagy szerepet alakító képessége, hogy abban a pillanatban ön azzá is válik? A színészi képességemről nem tudok nyilatkozni, mert nem tudom. De minden esetre, ha eljátszom egy szerepet, akkor én nem játszom el egy szerepet, hanem én azzal válok, aminek hiszem magam. És minden cselekedetem, minden mondatom és minden mozdulatom ezt nyilvánítja meg. Tehát ha papnak álcázza magát, akkor ön már pap. De nem csak akkor, amikor ott van valaki, hanem akkor is, amikor senki nincs ott. Hogy érti ezt? Akkor én 24 órán keresztül pap vagyok. Keresztek, Krisztusképek, bibliák, imádkozás, templomba járás. Tudja mit? Rendkívül jól érzem magam, ha pap vagyok. Az a legjobb szerep a világon. Abba beavatná, hogy milyen alapon változtatta a földön futásának helyszíneit? Tehát, hogy milyen alapon döntött el, hogy mikor él Ausztráliában, mikor él Amerikában, Izraelben vagy Svédországban? Jó, hát ez általában intuíciós alapon történt, meg azoknak a lehetőségeknek a figyelembevételével, hogy éppen hol milyenek a emigrációs viszonyok, milyenek a beutazások lehetősége, milyen dokumentumok állnak rendelkezésemre, hogy tudok vízumot kapni, vagy hogy nem tudok vízumot kapni. Egy millió ilyen. Ezt előre mindig kitapintotta, és aztán úgy megy, vagy egyszerűen beleugrott a sűrűjébe, és történik, ami történik. Kitapintottam kb. 3 perc alatt, és a maradék 2 perc alatt már benne is voltam. Nagyon gyorsan döntök. Általában mindenben? Mindenben. Rossz tulajdonság. Külföldön, amikor ér, mindenáron kereste az ott élő emigrációt, magyar emigráció társaságát, vagy pedig távol tartotta magát? A távolságot velük. Mert? Féltem attól, hogy valaki felismer, mint ahogy meg is történt. Volt ilyen? Volt ilyen, meg is zsaroltak. Ez Izraelben történt, valaki felismert és közölte velem, hogy mennyit kér azért, hogy ne tájékoztassa az Interpolt. Én azt választottam, hogy fizetés helyett Izraelből elmentem. De azért a távolról is mondjuk figyelemmel követte a úszósport helyzetét? A magyar úszósport helyzetét? Igen, a sportolók eredményeit? Az egyetlen és legnagyobb problémám mindig az volt, hogy hogy tudok magyar újságokhoz jutni. A külföldi szaklapokban Sport Illustrated és így tovább, a Eurosport adásaiban, a CNN-ben, mindig mindenütt azt kerestem, hogy a magyar úszósportról mit tudok meg. Rendkívüli élményt jelentett a római világbajnokság végignézése. Ennyire nem dicsekszem már a bécsi Európa-bajnoksággal, de ezt felejtsük el. De vajon mit érzett? Inkább engem az érdekelne. Mit érzett, ha ennyire, mint mondja, szíve közepe volt a magyar úszósport, amikor már csak távolról követhette nyomon a szerepléseiket? Kérem szépen, én amikor ön szerint távolról követtem nyomon, akkor én nagyon közel voltam. Fizikailag úgy értem a távolról. Én fizikailag nagyon közel voltam, mert beleképzeltem magam abban a helyzetben, hogy ott vagyok, és én minden pillanatot tudtam, néztem az órámat, és én tudtam azt,
hogy most öltözik, most kenik le olajjal, most gyúrják meg a lábizmait, most gyúrják meg a karizmait, most teszik föl rá azt a kék, piros bénéses kabátot csákóval, hogy melegen tartsa az izmait. Most tűnik el tőle az öreg, mert az öreg kibírhatatlan az utolsó percekben, nem mintha máskor olyan elviselhető lenne. Most állítják ki az ajtóba, most indul el. Amikor így fejben végigpergette az eseményeket, és szinte velük együtt élt, akkor igen. Egy sportolóval élt fejben így együtt, vagy pedig mindegyikkel, aki a rajtkőre állt? Mindig azzal a sportolóval, aki éppen a rajtkőre állt, de ennek azért a színvonala, szintje nem volt mindig ugyanaz. És mondjuk volt bárki is egykori gyámolítottjai közül, akivel vagy akikkel az illegalitásban is tartotta a kapcsolatot? Nem. Miért? Mert ebben az esetben tarthattam volna az édesanyámmal, a bátyámmal, vagy bárki mással. Én tudtam azt, hogy engem az Interpol keres, és tudtam azt, hogy nagyon nagy bajba hozhatnám ezeket a fiatal sportolókat azzal, hogyha valamilyen módon fölveszem velük a kapcsolatot. Nem kívántam nekik semmi rosszat. Milyen perspektívában bízik? Az én perspektívám az lelkisíkú, nem tárgyisíkú. Engem ennek az ügynek a büntetőjogi megítélése egyáltalán nem érdekel. Nem érdekel, hogy 10 év vagy 15 év? Nem, ez nem is érint engem. Úgyse fogom megélni, úgyhogy teljesen mindegy. Ez abszolút nem érint engem. Engem egy dolog érint. Az, hogy erkölcsileg hogy tudom tisztázni magam a 10 millió magyar előtt. Hangsúlyozom, én nem vagyok ártatlan. Én elkövettem olyan cselekményeket, amik a büntetőtörvénykönyvbe ütköznek. Na de ennek van egy magyarázata. Miért követtem el, kiknek a felkérésére, kiknek a segítségével, és mire költöttem azt? És én ragaszkodom ahhoz, hogy ez eljusson mindazokhoz, akiket ez érdekel. Miért gondolja, hogy önnek még van hitele? Már hogy nekem hinni fognak? Hát már csak azért is, mert hiszen elmondta, hogy mit írtak az újságok az elmúlt 5 évben. Innen-onnan, különböző országokból, hallomásból lehetett hallani híreket, amelyeket most javarészt azért cáfolt. Tehát miért gondolja, hogy ön még autentikus a saját sorsát illetően? Én nem gondolom, én meg vagyok erről győződve. Elsősorban elmondanám azt önnek, hogy az elmúlt néhány napban, ha felismertek az utcán, hihetetlen és eszméletlen jóindulattal beszéltek velem az emberek. Tehát én nem vártam ezt. Másodszorban nekem tárgyi bizonyítékaim tömkellege áll a rendelkezésemre ahhoz, hogy mindazt, amit elmondok, az bizonyítsam. Nem tudom, de minden esetre köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre állt. Engedjen meg egy kérdést. Márhogy most szerepet cseréltünk? Ne cseréljünk szerepet, csak ha jól értem, befejezte az interjút. Én a magam részéről igen, köszönöm szépen. Engedjen meg egy kérdést. Én nagyon becsülöm önt, mindig is becsültem önt, a műsorait elsősorban. Én bűnöző vagyok? Basírsz, és úgy érzed már, hogy itt a vég. Mondd, hogy ez játék. Ha fáj, hogy egyedül élsz, hát azt játsz, hogy ez ajándék. A könny, a sok harag, a rossz darab, majd lesz ez másképp. Talán kisüt a nap, az élet így szép. Lépni tovább, mindig ez a cél. Csupán színház a világ, játék a lép, játszunk hát még, gyújjon ki a fény, menni kell már, a színpad vár, az élet így.
Egyelőre ennyi a század, finoman szólva, legfurfangosabbjának kikiáltott Zemplényi György portréja. A többi a bíróság dolga lesz, ha lesz.